Nevem Mihály Tibor, törzsökös oroszegyi vagyok, végzettségem mérnök tanár, tehát én mezőgazdasági gépész mérnöknek mentem valamikor 84-be, mert akkor az akkori alimentárák, vagyis ABC-k, azok olyan szépen pangtak az üregségtől, egy paradicsomlé és 30 centire egy fuszújka konzerv zöld szalámival, és megint 30 centire pedig egy hal, hogy azt mondtam akkor is, ha a hasamot búsultam, hogy én étlen nem maradok, pedig engem a gimnázium akkor matematika szakra küldtek Brassóba, hogy legyen utánpótlása az akkori matek tanároknak, mert úgy csúfoltak engemet, hogy integrális, differenciál király, annyira, mert nekem ez az analízis, hogy hiába, hogy laik a szegény gömbi kémlódott a táblánál, én ilyen hármas lépésekkel tudtam megoldani, és azt mondták, soha az életben nem jutok be az egyetemre, nem jutok be, mert nem fogja megérteni a javító tanár, hogy jött ki hármassával az a lépés. Aztán annyira megijesztettek, hogy mikor elmentem egyetemre, tényleg annyira aprólékosan leírtam mindent, és annyira még egy módszerre megoldottam, úgyhogy kétfajta módszerre volt megoldva, hogy eke bőcsködjem, hogy az akkori 250-ből elsőre 966-tal bejuttam az egyetemre akkor. Tehát ennyire mint magyar ember. Mint magyar ember. Tehát abban az időben, hát velünk meg is szüntették, meg Laciékot úgy nyakon vágták a 67-eseket, mert akkor bejuttunk mind. És attól, hogy a magyarság létszámához képest hihetetlen nagy volt az értelmiségi köre, ez annyira irritálta a Ceausescu rendszert. Igen. Tehát a létszámhoz képest nagy az értelmiségi köre, hogy gyorsan, mikor mentek felvételizni, előtte két héten mondták el, hogy románul lesz. Hát a matematika nem nagy szám, de amikor fizikából nem értették meg bizonyos dolgokat, Laci biztos sokszor elmesélte, viszont nyakon vágták nagyon-nagyon a 67-es korosztályt. Mi voltunk az utolsók, akik még magyarul felvételizhettünk. Igen, de abban a helyben kapcsoltak a gimis tanárok, a 68-asoknál, már románul kezdték megtanítani a szakszavakot fizikából és matematikából, románul, erre a 68-asok kezdtek bejutni az egyetemre. Nagyon megharagudott a bukaresti vezetés, ezért a következő megoldás az volt, mert jött az elrománosítás, román tanárokat öltötték fel. De ahogy, bocsánat, csak annyit vetnék közben, hogy úgy hallottam, hogy 50-es, 60-as években még Brassóban több volt a magyar, mint az egyéb. Persze, azt is hallottam, mikor megérkeztem én 84. Bocsánat. És képzelje, a következő lépése az volt a kommunista hatalomnak, hogy a jó matek tanárokat kihelyezte Tanyákra, Korondihegybe, hogy már legyen vége annak, hogy ezek. Nem csak mi voltunk, Csíkszeredai hatalmas kemény volt, a Vásárhelyi nagyon kemény volt, ha mentél a határ mentén, Szatmár németi, azok erősek voltak amúgy. Úgyhogy ne csodálkozzunk most, hogy csak hirtelen viccesen mondjam azt, hogy csak úgy bepattan nekünk két Nobel-díjasunk, mert valamilyen módon én elgondolkoztam. Miért nincs a nemzetekbe gondolkozva, az orosz, a német, vagy bárkit nézve. A kis picúrt a magyar nemzetnek maga módján, most már 16, ha jól tudom, 16 Nobel-díjas. Jó lehet mondani, hát de azok között vannak zsidók, nem érdekel engemet. Vajon a románok között is megvolt az a zsidói réteg? Megvolt? Miért nem? A titkunk az egész a nyelvünk. Tehát mivel hogy a leggazdagabb betűkészlette, rendelkezünk. Csak a magyar csikkósnak, amikor a ló járására és színére van 50-valahány szava, és az angolban csak 5-nél nem tudunk tovább haladni, akkor azt jelenti, hogy valamilyen módon magyarul gondolkodó embernek az agya egy kicsit másabb. Nem különb a németni az osztráknál, csak a nyelvének köszönhetően teljesen más ember bármilyen szint. Hozzak majd pár pánikát maguknak én. Köszönjük.